Electrolux folyamatosan tárgyal a cég a bezárásról az államtitkárral. Adomány, Sávolt Karolina különleges festményeiből nyílt tálat a kórházban. Már ismerkednek, kikerült a karanténból a szumátrai hímtigris új párja, Sabah. Három és fél hónap múlva, január 1-én bezárja nyíregyházi gyárát az Electrolux. A döntésről már januárban értesítette az érintett 650 dolgozót a vállalat. A csoportos elbocsátásról folyamatosan egyeztet a céget Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Szomba Sándor államtitkár arról is beszélt, hogy a most betelepülő külföldi cégeknél is várják a tapasztalattal rendelkező munkavállalókat. Erre biztosíték az, hogy csak akkor engednek vendégmunkásokat a térségbe, ha már a magyar jelentkezők el tudtak helyezkedni. Február elején jelentette be az Electrolux, hogy jövő januártól bezárja nyíregyházi gyárát és elbocsátja az ott dolgozó 650 munkavállalóját. Akkor és azóta is folyamatosan egyeztet a cég vezetőivel az államtitkár, hogy a dolgozók zökkenőmentesen tudjanak munkát találni. Nemrégiben volt nálam a gyár vezetése, és ugye folyamatosan tartjuk is a kapcsolatot. Azt tudom mondani, hogy a cég részéről ugye a körülményekhez képest abszolút korrekt módon állnak hozzá a problémához, tehát maximálisan együttműködnek velünk is, illetve a munkavállalókkal is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a legutóbbi beszélgetés kapcsán az derült ki, hogy gyakorlatilag 2-3 ember hagyta ott a munkahelyet. Ugye a leendő problémák és bizonytalanság ellenére is egyértelműen. Ugye ez annak köszönhető, hogy látják az emberek, hogy hol tartanak, hová tartanak, milyen feltételrendszerre, jóval több támogatást, juttatást és egyéb segítséget ad meg a cég, mint amennyi egyébként normál üzemmenetben a munkatörvénykönyvéből vagy a kollektív szerződésből adódóan kellene tenni. Tehát ez egy, a nehézségek mellett is ez egy abszolút korrekt hozzáállás. Az államtitkár szerint az elmúlt években bejelentett új beruházások is lehetőséget biztosítanak a munkát keresőknek az elhelyezkedésre. Ilyen cég például a betelepülő dél-koreai WScope vagy a kínai akkumulátorgyár a Sunwoda. Ezekben a gyárakban azonban csak akkor dolgozhat vendégmunkás, ha már a jelentkező magyar munkavállalók mindegyike elhelyezkedett. Nem biztos, hogy azok, akik a munkahelyi regiszterben vannak, képzettségüket, végzettségüket, egészségügyi állapotukat, családi körülmények, sok mindent figyelembe véve azonnal munkára képes állapotban vannak, tehát itt nekünk segítenünk kell majd azokat, akik szeretnének dolgozni, hogy minél előbb munkába tudjanak állni, és vendégmunkást csak akkor, csak ott és csak olyan mértékben kívánunk igénybe venni, ami a gazdaság fejlődése, az ottani cégek működtetése szempontjából elengedhetetlen. Azért van a vendégszó benne a vendégmunkás törvényben, mert ugye ez azt jelenti, hogy egy meghatározott időre tudnak ide érkezni, ez most ugye 2+1 év lehet maximálisan majd, és ugye nincs családegyesítés, nincs letelepedési engedély, tehát az ő munkájukra, ha szükséges, számítunk, de csak akkor, hogyha egyébként magyar munkaerő nem áll rendelkezésre. Az államtitkár azt is elmondta, a közeljövőben több olyan állásbőrze lesz a vármegyében, ahol a fejleszteni kívánó cégekkel közvetlenül találkozhatnak az álláskeresők. Különleges ajándékkal lepte meg a József András Kórház beteg gyermekeit Sávolt Karolina. A fiatal képzőművész 8 alkotásának reprodukcióját adományozta az egészségügyi intézménynek. A festő és az orvosok abban bíznak, hogy a kórházi folyosón látható képek is segítik a gyerekeket a gyógyulásban. Sávolt Karolina a festészettel 9 éves korában kezdett el foglalkozni, és teljesen önállóan internetről online módon sajátította el tudásának alapjait. Én 9 évesen kezdtem el festeni, azelőtt pedig mindig rajzoltam, én nagyon szerettem mindig is rajzolni, és engem az is nagyon érdekelt. Még kicsi koromban nem nagyon nézegettem más festőket, más művészeket, de 9 éves koromban, amikor bejött a pandémia, és nagyon sok szabadidőm volt, én mindig rajzoltam, és egyszer egy rajzot hagytam az asztalomon, amit a szüleim észrevettek, és nagyon meglepődtek. Akkor kérdezték meg, hogy mit szeretnénk csinálni
hogyan szeretnék tovább fejlődni, és akkor mondtam, hogy el szeretnék kezdeni festeni. Akkor néztem meg más festőket, akkor olvastam, hogy hogyan kell festeni az alapoktól kezdve, és úgy megtanultam először az alapokat, aztán pedig kifejlődött a stílusom. Művészetek iránti vonzódása már egészen kicsi korában megmutatkozott. Első skiccei, szárnypróbálgatásai édesanyját, Szabó Tündét, Nyíregyháza országgyűlési képviselőjét, kormánybiztosát is meglepték. Nagyon nagy öröm számomra, hogy 3 gyermeket nevelhetek, és mindig úgy voltam, hogy figyelem, hogy miben tehetségesek, és akkor abban támogatjuk őket. Ugye a sport az nagyon fontos volt mindig is, hogy 18 éves korig minden nap sportoljon egy gyermek, és amellett, amiben tehetsége van, vagy amit szeretne, akkor azt próbáljuk meg biztosítani részükre. Ugye Karolina, ő már 4 évesen mutatkozott, hogy valami művészeti ágat fog képviselni, hiszen a színházat, minden területét imádta, balettre kellett vinni, tehát hogy operába olyan komoly darabokat kellett neki megmutatni, és igénye volt rá, hogy már látszódott, hogy valami művészeti ágat fog vinni. Ugye 6 évesen ő már zongora koncerten adott elő, és egyszer 8 éves lehetett, amikor azt mondta, hogy ő már nem akar zongorázni, hát mondtuk, hogy nem baj, akkor biztos, hogy valami másságot fog választani, de mi mindig hagytuk azt, hogy a gyerekek úgy kibontakozzanak abban, amit szeretnének. Ez volt a legfontos, hogy mit szeretne egy gyerek. Ugye bekövetkezett a Covid, 9 éves volt akkor Karolina, és hazamentünk az egyik nap, és az asztalán találtunk egy olyan rajzot, ami már sokkal többet mutatott, mint egy gyerekrajz, és megkérdeztük tőle, hogy mit szeretne. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatója elmondta, abban bízik, hogy a reprodukciók színesíteni fogják a betegek és a dolgozók mindennapjait. Ez is egy csodálatos nap az intézményünk életében, hogy egy nagyon fiatal, de már híres, nem csak Magyarországon, hogy nemzetközi porond és híves festőművésznő Sávolt Karolina 8 festményének reprodukcióját adományozta az intézményünknek, és ezeket a képeket, mint ahogy itt látjuk, a fülorgégészeti osztályunkon dominálóan a gyermekfülorgégészeti részleg előterében helyeztük el. Tettük ezt mind azért, mert hogy látszik a képekből is, ezek a képek életörömet, pozitívumot, emberszeretetet, békét sugároznak és váltanak ki bennünk, ezekre az érzésekre pedig szükség van a mindennapjaink során. Én remélem, hogy munkatársaim is, az előbb említett betegek is, gyermekek, felnőttek, hozzátartozók meg tudnak majd állni rövid ideig ezek előtt a képek előtt, és belőlük is ezek az érzések jönnek elő. Sávolt Karolina alkotásait idén több európai nagyvárosban, Budapesten, Nizzában és Barcelonában is láthatta a közönség. Idén ősszel is megszervezte a civil véradást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil közösségi szolgáltató központ. Kedden Máté Szalka kulturális központjában 54-en segítettek, csütörtökön pedig a Nyíregyházi Zöld Irodaházban adtak vért a különböző szervezetek tagjai, valamint önkormányzati és kormányhivatali dolgozók. Kis András, a központ operatív igazgatója azt mondta, a civilek számára rendkívül fontos, hogy az esemény rendszeres megszervezésével zavartalan legyen az ország vérellátása. Szerintem mindenkinek a családjában van olyan ember, akinek ez a vér segített már. Az, hogy az országban van egy stabil vérellátás, az, hogy a vér időben odaér ahhoz az emberhez, aki rászorul, ez rajtunk múlik, állampolgárokon. És ennél szebb, civilebb ügyet, önkéntesebb ügyet, önzetlenebb ügyet keveset tudok elképzelni. A magyar állampolgárok közössége egy jó cselekedettel segít a másik számára ismeretlen magyar állampolgáron. Már csak néhány napig igényelhetik a szülők 7. gyermekeiknek az ingyenes HPV oltást. A fertőzés különlegessége, hogy hiába esnek át rajta sokan, az nem ad védettséget. Csak az oltással lehet tartósan és hatékonyan védekezni a fertőzés okozta megbetegedések ellen. Idén is folytatódik a HPV vírus elleni védőoltások kampánya, amellyel más országokhoz hasonlóan Magyarországon is igyekeznek csökkenteni a daganatos megbetegedések kockázatát. A humán papilloma vírus, a HPV, ugye nevében is benne van, hogy egy vírus. Ez a vírus nagyon gyakori, szinte minden ember átesik az általa okozott fertőzésen az életében egyszer. A fertőzések, illetve a HPV fertőzés következményei
Mindkét nemet érinthetik. Az összes rák 5-6%-áért a humán papillomavírus tehető felelősét. Azt nagyon sokan tudják, hogy a humán papillomavírus méhnyakrákot okoz, azonban ezen kívül még más rákos megbetegedéssel is összeköthető a HPV, például a szemérentest, a hüvely, péniszrák, a végbélnyílás, a garat rákos megbetegedései, illetve nemi szervi szemölcsöket is okozhat. A szakember hozzátette, ha valaki HPV fertőzést kap, akkor gyakorlatilag 90%-ban a szervezete spontán leküzdi ezt a fertőzést, de nagyon fontos tudni, hogy ezt követően nem alakul ki immunitás, tehát többször is megfertőződhet. Az orvosok egybehangzó véleménye szerint a fertőzés megelőzése érdekében csak az oltás ad tartós védelmet. A nemzetközi ajánlások 11-12 éves kor körül javasolják a HPV oltás beadását. Ennek tulajdonképpen két indoka is van. Az oltás leghatékonyabban akkor nyújt védelmet, ha még az oltandó nem kezdte meg a szexuális életet, illetve ebben az életkorban rendkívül jó az úgynevezett védőoltásra adott immunválaszt, vagyis a védőoltás beadását követően nagyon jól, jó ellenanyagtermelés történik a serdülőknél. Magyarországon térítésmentesen a 2014-15-ös tanévtől kezdődően jogosultak az általános iskolai 7. évfolyamos lányok az oltásra, a fiúk pedig a 2020-21-es tanévtől kezdődően. Az oltás idén is regisztrációhoz kötött. Mivel önkéntes, a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy kérik-e gyermekük számára a védőoltást. Az iskola védőnőktől a tanév elején meg fogják kapni a szülői nyilatkozatot, egy papír alapú nyomtatvány, dokumentumot, amelyet kitöltve, aláírva szeptember 11-éig kell visszaküldeniük az iskolába. Amint arra korábban Papp Károly, a József András Kórház szülészfőorvosa is felhívta a figyelmet, a HPV vírussal szembeni hatékony küzdelem a lakosság együttműködésén múlik, mivel az oltás 93%-ban véd a méhnyakrák kialakulásával szemben. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ma Magyarországon évente több mint 500 nő hal meg a HPV betegség szövődményében, és a betegség körülbelül 1300-1400 esetben újul ki minden évben. Kikerült a karanténból Szabák, a nyíregyházi állatkert szumátrai nőstény tigrise, abban a reményben hozták ide az állatot, hogy az itt élő hímmel, Gio-val utódokat fognak világra hozni. Ugyan távolról, de már nézik egymást, a gondozók abban bíznak, hogy hamarosan testközelből is megismerkednek. Lopott csókkal köszönti új párját Gio, a nyíregyházi állatpark szumátrai tigrise. Szabá, a 2 éves nőstény Németországból érkezett ide. Gio-nak ugyanis több évnyi együttélés után nem született utódja, ezért döntött a fajkoordinátor a párcsere mellett. A karantén időszak letelt, a friss házasok a kifutóban ismerkednek. Amit most itt láthattunk a reggeli időszakban, az egy nagyon izgalmas pár csetelés volt, hiszen van egy reggeli rituália az állatoknak. Amit tudni kell a tigrisekről az, hogy alapvetően a hímek és a nőstények teritoriuma átfedi egymást, és egymásnak jeleznek. Tulajdonképpen messenger üzeneteket láthattunk folyamatosan, csak nem írogatnak egymásnak, hanem vizelettel és karmolással üzengetnek. Amit látok, és nagyon boldog vagyok, hogy ízzik a levegő. Ez még nem az az alkalom. Ez a fajta izzás a gondozók szerint jót jelent. Szabá még nem áll készen a nászra, de a tartózkodás után azért már csalogatja is Giót, aki a gondozók szerint türelmes párjával. Nagyon érdekes, a nőstény Szabá itt látható. Ő ilyen 80-100 kg-os nőstény, egy pillanat meg... Szia! Ma! Ma! Valószínűleg nő volt a gondozója, mert, és ilyen mély hangú, mint én, mert nagyon-nagyon szépen reagál rám. Amit látható, hogy a nőstény folyamatosan figyelemmel kíséri a hímállatot. Távol vannak egymástól, de azért minden egyes pillantásra figyelnek egymásra, úgyhogy reméljük hamarosan itt a nász. Magyarországon kizárólag a nyíregyházi állatparkban él szumátrai tigris. Ezt az alfajt a kipusztulás fenyegeti.
Az állatkertekben világszerte összesen 250 egyedet tartanak. A természetben pedig mindössze 400 példány él a különleges tigrisből. Négy fordulót követően a hetedik helyen áll az A Stúdió futszál Nyíregyháza az NB1-ben. Lovas Norbert, az együttes vezető edzője úgy látja, a helyzet kihasználásnak kell jelentősen javulni az első mérkőzések után. A nyíregyháziak pénteken a Deac otthonában lépnek pályára, majd 2,5 hetes válogatott szünet veszi kezdetét. A bajnokság kezdete előtt az NB1 felsőházát célozta meg az A Stúdió futszál Nyíregyháza. A csapat ennek megfelelően magabiztos 4-1-es győzelemmel kezdett a Pécs ellen hazai pályán. Ezt követően Budaörsön kapott ki Lovas Norbert együttese, majd a Nyírbátor és a Veszprém elleni 3-3-as döntetlenek következtek a sorban. A nyíregyháziak 4 fordulót követően a 7. helyen állnak az eddig sok körbeverést hozó bajnokságban. A vezetőedző szerint játékban hétről hétre fejlődik a csapat, a kitűzött célok eléréséhez azonban jobb helyzet kihasználásra van szükség. Szakmailag úgy ítélem meg, hogy jó úton vagyunk, és rengeteget fejlődött a társaság, illetve akik csatlakoztak, az új játékos, azok pedig felfele húzzák a régebbi játékosokat, a tapasztalatlanabb játékosokat is, és így játékban szerintem lassan kezdjük elérni azt a formát, amit én szeretnék. Itt összességében a 4 meccs alatt a helyzet kihasználásunkkal van probléma. Igazából tavaly is ezzel küzdöttünk, idén is, mondjuk az edzőmeccseken nem láttam ennek jelét, de itt a bajnokságban azért rengeteg elhibázott helyzetünk volt. Nagyon szoros a bajnokság, tehát aki nézi a tabellát, az egy meccset nyersz és már dobogón, vagy egy meccset pontot szerzel, vagy kikapsz, akkor pedig mész a 7., 8., 9. helyre. A nyíregyházi futszál csapat pénteken az eddig nyeretlen Deac otthonába látogat. Nem véletlen az sem, hogy a csapat a héten Újfehértón készült. Az ottani sportcsarnok borítása ugyanis sokkal inkább hasonlít a debrecenihez, mint a Continental arénáé. Lovas Norbert szerint a két csapat jól ismeri egymást, a vezető edző éppen ezért nehéz és kiélezett mérkőzést vár. Ott egy alakuló félben lévő csapatról van szó, hiszen edzőváltás történt, és máshogy játszanak, mint az előző edző irányítás alatt. Kíváncsi leszek, mert a NBA egy leglassabb pályáján fogunk játszani, ezért is próbáltuk a heti edzéseket itt Újfehértón véghez vinni, mert ez a pálya is hasonló ahhoz, de nem annyira tapadós és ragadós, mint a debreceni. Ezzel is meg kell majd küzdenünk, hiszen a parkettához vagyunk szokva, aki futszározott vagy teremsportákban, akár egy meccsen is részlet, azt tudja, hogy miről beszélek. Nem lesz könnyű dolgunk, igazából ők még nem nyertek meccset, viszont csak szoros meccseik vannak. Hát remélem, hogy ez a tendencia megmarad, és megpróbáljuk elhozni a 3 pontot. Az NB1-es futszál bajnokság 5. fordulójának párosításai a következők. Kecskemét Magyar Futszál Akadémia, Berettyóújfalu Haladás, Pécs Nyírbátor, Aramis Veszprém és Újpest Maglód. A fordulót követően 2,5 hetes válogatott szünet veszi kezdetét az első osztályban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 3,5 hónap múlva január 1-én bezárja nyíregyházi gyárát az Electrolux, a döntésről már januárban értesítette az érintett 650 dolgozót a vállalat. A csoportos elbocsántásról folyamatosan egyeztet a céget Comba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Comba Sándor államtitkár arról is beszélt, hogy a most betelepülő külföldi cégeknél is várják a tapasztalattal rendelkező munkavállalókat. Erre biztosíték az, hogy csak akkor engednek vendégmunkásokat a térség, ha már a magyar jelentkezők el tudtak helyezkedni. Különleges ajándékkal lepte meg a József András Kórház beteg gyermekeit Sávolt Karolina. A fiatal képzőművész 8 alkotásának reprodukcióját adományozta az egészségügyi intézménynek. A festő és az orvosok abban bíznak, hogy a kórházi folyosón látható képek is segítik a gyerekeket a gyógyulásban. Kikerült a karanténból Szábbák, a nyíregyházi állatkert szumátrai nőstény tigrise. Abban a reményben hozták ide az állatot, hogy az itt élő hímmel, Gio-val utódokat fognak világra hozni. Ugyan távolról, de már nézik egymást, a gondozók abban bíznak, hogy hamarosan test közelből is megismerkednek.
Szeptember 7-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön este derült tiszta égbolt mellett pihenhetünk, a hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul. Pénteken napközben visszamelegszik az idő, napsütés várható, a hőmérséklet 26 és 28 fok között alakul. A hétvégén igazi kiránduló idő lesz 28 fok körüli hőmérsékletekkel.